Heinrich Schliemann 1873 nyarán megdöbbentette a világot, amikor közhírré tette, hogy megtalálta Tróját, a várost, aminek addig sokan a létezésében is kételkedtek. Hogyan lett a kallódó német szatócsinasból a világ egyik leggazdagabb kereskedője, hogyan és miért hagyott hátra gazdasági sikerei csúcsán mindent, hogy élete álmát beteljesítse? Hogyan lett a korabeli viclapok címoldalain gúnyolt amatőrből királyi dinasztiák kedvence? Ezekre a kérdésekre kapott választ, aki megnézte Matúz János darabját Székesfehérváron a múzeum udvarán. A darab sikerét bizonyítja, hogy most vendégjátékra hívta a pesti Vigadó. Fölhívott a Vigadó bennünket, hogy hallottak az előadásról, és hogy volna kedvünk eljátszani. Ennél szerintem ideálisabb helyzetfelkéréssel nincs. Már bemutattuk tornatermé formában is a darabot, és ott a diákok is nagyon jól vették messze a múzeum díszudvarától, és ugye a múzeumnak az aulájában is játszottuk már, ami szintén nem egy annyira komfortos helyzet. Úgy tűnik, hogy ez a történet, ez helyszíntől talán egy kicsit független. Keller János, a Vörösmarty Színház színésze és zenésztársa Horváth János vezetik végig a közönséget a Schliemann életúton, amelynek sokszínűsége a darab sikerének egyik titka. Nagyon telibe találta Keller Jánost. Tehát valahogy az a Schliemanni történet kollerált az ő életpályájával, és nagyon sok helyzetet egyre az egyben le tudott fordítani az ő útkereséseiről. A másik az, hogy sikerült a Horváth Janó bevonásával olyan szinten bevonni a zenét a történetmesélésbe, ami kőszínházakban is rendkívül ritka. A Trója január 14-én lesz látható a pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán. Matúz János szeretné, ha Fehérváron is lennének további előadások, és már újabb, a múzeummal közösen megvalósítható színházi ötletei is vannak.